A szatmárnémeti római katolikus székesegyház Glórián vegyeskara már az 1920-as években működött. A 90-es évek elején Varga Miklós vezetésével újra alakult. A kórus irányítását 1994-ben az akkori kántor Enyedi Ferenc vette át, majd 1996-tól a jelenlegi karnagyot, Varga Pétert bízták meg a kórus irányításával. Minden hónap első vasárnapján és nagyobb ünnepek alkalmával énekel a kórus. Korábban szerepelt a helyi filharmonikusokkal is. Repertoárjában vallásos jellegű és világi művek egyaránt szerepelnek. A mai alkalomra a szatmárnémeti ismert zeneszerző pedagógus Beyer Kálmán műveiből válogatta. A zeneszerző a Hajna akar lenni népdal éneklési verseny szakirányítója. Több jelentős díj jelzi gazdag pedagógusi pályáját. Ne felejtsük el, hiszen egyenültek, hogy jövőre lesz világszinten is az egyik legismertebb magyar költő születésének a 200. évfordulója. Azt hiszem, tudjuk mindannyian, akiről van szó. Egy olyan költőről, akinek a műveit már élete során megzenésítette, énekelte, mondhatni a nép. Az egyik legismertebb dal Petőfi Sándortól, az a bizonyos a virágnak megtiltani nem lehet, és még sorolhatnánk ennek fejében is tiszteletére a mai alkalommal felcsendül Fejér Kálmán megzenésítésében Petőfi Sándor Kinn a kertben Boldog című verse, valamint a Boldog nyarat szatmárba ciklusból Páskárdi Géza megzenésített verse nyomán a nyári folyón, tündérjáték, valamint a puszta felől. Énekel tehát a szatmárnémeti római katolikus székesegyház Lórián vegyeskara. Karnagy!